Ma délelőtt rendezték meg a Katona József gimnáziumban a Knorr Bremse jóvoltából létrejött eszközvásárlás hivatalos átadóját. A nagymúltú vállalat minden évben pályázatot hirdet iskolai innovációk támogatására a jövő szakemberének utánpótlása érdekében. Az intézmény már évek óta nyer pályázatokat, most a fizika eszköztárát bővíthette. Olyan eszközöket sikerült így beszereznünk, amelyeket oda tudunk adni a tanulóknak. Ők maguk kísérleteznek ezekkel, ők mérik a jelenségeket, a jegyzőkönyveket ez alapján elkészítik, tehát igazából kézbe tudják venni a fizikai kísérleteket. A Knorr Bremse képviselői ma délelőtt betekintést nyerhettek abba a gyakorlati munkába és gondolkodásba, ami az iskola részéről zajlik a természettudományos oktatás terén. A gimnáziumban heti rendszerességgel tartanak ilyen fizikai órákat a diákoknak, mely által hamar elsajátították a megfelelő készségeket. Pillanatok alatt kialakultak bennük azok a készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy ezeket az eszközöket nagy biztonsággal és szakértelemmel használják, de hát gyakorlatilag hetek alatt látszott bámulatos fejlődés ezen a területen. Az iskola igazgatója elmondta, hogy ez a nyertes pályázat elindított egy folyamatot, mely által úgy látják, hogy ennek a folytatása nagyon hasznos lesz a jövőre nézve, így az intézmény alapítványa is segítséget nyújt majd a további fejlesztések érdekében.